A Malomhegy egy részét kiemelt fejlesztési területén nyilvánította Paksváros önkormányzata egy 2018. februári kormány előterjesztés tervezetének értelmében. Ebben többek közt az szerepel, hogy az elkerülő útnak egy szakasza érinti ezt a területet is, egészen konkrétan az Arany János utcánál lenne az egyik végpontja. Hogy minél hamarabb megvalósulhasson ez az elkerülő út, ezért döntött úgy Paksváros önkormányzata, hogy kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja ezt a területet, hiszen azzal, hogy ezt megtettük, sokkal gördülékenyebbé válik maga az egész folyamat, és így minél hamarabb megépülhet az elkerülő út, ami ugye elengedhetetlen feltétele annak, az elkerülő út, hogy a beruházás is minél hamarabb elinduljon. Szabó Péter hangsúlyozta, a területen csak akkor kerülhet sor telek kialakításra, ha az elkerülő út elkészült. Emiatt a helyi építési szabályzatot is módosította a település vezetés. Ebben a tervezetben az szerepel, hogy ezen a területen az önkormányzat nem támogatja a társasházak építését, hanem kizárólag az óvárosban is és a Malomhegyen is kizárólag egy ilyen kertvárosias családi házas övezeteket szeretne kialakítani. Mondom még egyszer, az óvárosban is és a Malomhegyen is. A polgármester hozzátette, az önkormányzat tisztában van azzal, hogy a Malomhegy nehezen megközelíthető, ennek oka a település szerkezet adottsága. A városvezetés folyamatosan dolgozik a közlekedési problémák megoldásán, melyre több elképzelés is van, illetve tanulmányok is folyamatosan készülnek. A sajtótájékoztatón Gést Ádám, a körzet választott képviselője is részt vett, aki szintén megosztotta a lakógyűléssel kapcsolatos gondolatait. Én csak annyit tudok ehhez hozzászólni, hogy én megkeresést kaptam e-mailen. Reggel találtam a postaládában egy papírt, amiben majdnem csak provokálási szinten, hogy majd a képviselő az adott kérdésekre válaszolni fog. Most több mint valószínű, hogy ezt egy képviselő nem biztos, hogy meg tudta volna válaszolni úgy önmagában, mert ehhez azért teljes települési koncepciót ismerni kellene. Többek között ezt a mostani hészmódosítást is, hogy nem lesznek ott társasházak. Többek között azt is ismerni kellene az, hogy milyen utak fognak lenni. Ezek még mindig a távolatban vagy a jövőbeni koncepciónak a részei. Innentől kezdve szeretettel várjuk a Malomhegy lakosságát, és minél többen kérem, hogy jöjjenek el minél többen, és tegyék fel a kérdéseiket. Polgármester úr is ott lesz, én is ott leszek. Sőt, a műszaki osztály vezetője is, ha jól tudom, ott lesz, és akkor több mint valószínű, hogy a kérdéseikre választ kapnak, és nem igyekezzenek úgy föltenni a kérdést, hogy ne maradjanak nyitott kérdések, és mindenki úgy menjen haza, hogy ne kelljen mind avval foglalkozni, hogy nem kapták meg rá a választ, amit kérdeztek. Igyekszünk ezt mindenkinek teljesíteni. A lakógyűlés, amit a Malomhegyen élő közössége szervez, augusztus 15-én szerdán 18 órakor kezdődik a Bezerédi Általános Iskolában.